mindenkit a Kóbor Trekkerek nevében, Arlen Maja, és a következő percekben a Star Trek múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélünk nektek. A sci-fi mint műfaj világszerte népszerű, az emberi fantázia végtelen, akár a világ egyetem. A filmgyártók rengeteg jó történetet vittek vászonra a múltban és a jelenben is. Az első Star Trek epizódot 1964-ben forgatták, és 66-ban jött ki. A Star Trek Original Series, vagyis TOS címmel, amelyet a TNG, a Voyager, a Deep Space Nine és az Enterprise sorozatok követtek. Több mozifilm, egy animációs sorozat is készült, és hamarosan itt az új legújabb, amely a Discovery címet kapta. Előadás második felében ide fog róla többet beszélni. Minden sorozat egyedi, új legénység, új hajó, új egyenruha és történet. Minden sorozat újabb érdekességeket tár a rajongók elé, új problémákat és lehetőségeket jár körül. Talán ennek köszönhető, hogy világszerte a Star Trek-et rengetegen kedvelik, sok rajongói klubban teremtett, sok rajongói klubot teremtett, és természetesen Magyarországon is megalakult az első ilyen csoport, még 1992-ben. Egy újsági hirdetéssel kezdődött, majd az összegyűlt rajongók kis csoportjából hamar klub lett, egyenruhákat, jelmezeket készítettek, találkozókra jártak, programokat szerveztek, és többek között rajongói filmeket is forgattak. Ez utóbbit a Klingonok már a Spice-ban vannak címmel készítették el, amely igen különleges szereposztású volt, hiszen ez az eredet történetnek. A tizedes és a többiek címmel készült el. Ezzel tiszteletek az eredeti film készítői és szereplői előtt a rajongók. A hazai rajongók kitartása a Star Trek iránt elkötelezettsége különleges találkozásokra is lehetőséget adott. Az első ilyen találkozás alanya Patrick Stewart volt, vagyis a TNG Jean-Luc Picard kapitánya. Sikerült őt elhívni, amikor itt forgott a Magyarországon az Oroszlán téren című filmet, amelynek másik szereplője Glenn Close volt. Nagyon barátságos volt és dedikálta a klub zászlót is. Ezen a zászlón jelenleg 32 darab eredeti aláírás van, amit a rajongók gyűjtöttek a különböző külföldi rendezvényeken. Szent Petersen Stuart látogatásáról a klubújság 2003 második számában olvashatok bővebben. Következő különleges vendégünk 2004. március 7-án volt Chase Masterson, aki Lipát, egy dobólányt játszott a Deep Space Nine sorozatban, Lolita Fadzsó koordinátor forgatókönyvíróval együtt érkezett, és töltött pár különleges napot. Őt követte Nélix, vagyis Ethan Phillips, a Voyager dalapszai szakácsa, aki humorával és tudatlan stílusával lopta le magát a magyar trekkerek színébe. Legutóbb pedig ezen a színpadon találkozhattunk a nagy Q-val, vagyis John DeLancey-val. Persze egy igazi rajongó nem feledkezhet meg a magyar szinkron hangokról sem, így természetesen a sok Star Trek szinkron színét is találkozásra hívtunk, például Rácz Katit, aki bevelik, és sem magyar hangja volt, Német Gábort, Déta szerepében, Pálfei Pétert, mint Quarkot, Mensátra Magdónát, mint Janeway-t, Orosz Annát és mint Kipolt. A rajongók kreativitása és végtelen, minden tisztelet mellett Lunián vicces videó és reklám bizonyítja, hogy a trekkereknek humoruk is van, és ez következik most. Hát igen, a képen egy fiatal hölgyet látunk, akit Kirk meglátogatott, ott van az eredménye, és mellette egy Star Wars-os cosplay. Jelenleg a Kóbor Trekkerek járnak rendezvényekre, járnak
találkozok rá leggyakrabban, és ez a rajongó közösség folytatja a régi hagyományt, jelenteket készítenek, előadást tartanak, és érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Ma is így teszünk, várunk benneteket. Most pedig nézzük, mi vár bennünket a jövőben, vagyis a múltban. Szóval, ha már az új sorozat, és ugye arról beszéltünk, hogy itt van az 50. évfordulója a Star Treknek, és jön a Discovery az új sorozat, amiről most már egyre többet lehet tudni, mert hétről hétre és szinte napról napra új információk és új videók és új interjúk jönnek ki a szereplőkkel, és körvonalazódik, hogy mit is szeretnének elérni az alkotók a Star Trek Discovery sorozattal, amely az eredeti széria, tehát körkapitány világ előtt kb. 10 évvel fog játszódni, és leginkább a Föderáció és Klingon háborút szeretné felölelni, legalábbis az első évad. A Netflixen szeptember 25-én nyit a Discovery. A Discovery egyébként magyarul ugye felfedezést jelent, és az összes promó videóban nagyon sokat játszottak ezzel a szóval, mert a készítők szerint a Discovery sorozat fő témája, mint hogy Maja is említette, minden sorozat más köré épül, leginkább az lesz, hogy magunkat, önmagunkat és a környezetünket és az emberi mi voltunkat hogyan fedezhetjük fel. Úgyhogy én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy próbálják ezt a témát körbejárni. És egyébként az derült ki a sok videóból, ami a színészekkel történt, hogy nagyon szeretik a Star Trek-et, és nagyon komolyan veszik azt a feladatot, hogy ezt az örökséget ők tovább építsék. Volt egyébként egy elég vicces videó arról is, hogy Kirk vagy Picard, és Star Trek vagy Star Wars, ezt feltették a főbb szereplők, nagyon érdekes válaszok jöttek rá. Egyébként nagyon érdekes a szereplő gárda is, aki érkezik. Mindjárt remélem, látni is fogjátok őket, igen. Szóval Michelle Yeoh karaktere Philippa Georgiou kapitány lesz, aki a USS Shenzhen, ő a kapitány. Végülis talán vele indul a történet, amennyire tudhatjuk. A másik kapitány, a USS Discovery kapitánya pedig a Jason Isaacs által játszott Gabriel Lorca, valamint, aki még érdekes, Saru főtiszt. Ő egy, bocsánat, még nem igazán jegyeztem meg, hogy egy kelpián tudományos főtiszt, és azt olvastam, hogy ez a faj nagyon sokat menekül, és kifejlesztettek magukban egy olyan érzéket, hogy előre megérzik a halált. Gondolom ez az oka annak, hogy az ő karakterét a készítők Détához és Spockhoz hasonlítják az előző sorozatokból. Valamint James Fryn fog Sarek bőrébe bújni, aki Spock édesapja az eredeti sorozatokban, és Sarek a nevelőapja, a főszereplő karakternek, aki kivételesen nem a kapitány, nem körépül a sorozat, hanem a Seneca Martin Green által játszott Michael Burnham köré. Nagyon sok találgatás volt arra, hogy miért férfi neve van a női főszereplőnek. Ez egy csavar volt Brian Fuller részéről, de egyébként semmi mögöttes tartalma nincsen, vagy hát legalábbis eddig nem tudunk róla. Michael Burnhamről azt tudjuk, hogy a sorozat kezdetekor Philippa Georgiou alatt szolgál és a USS Shenzhou első tisztje, de aztán hoz egy döntést, ami hatással van az ő életére és az egész flottáira, és így kerül a USS Discovery-re. A készítők szerint egyébként a második évad már nem a háborúról, hanem ennek a következményeiről szólna, úgyhogy reméljük nem kaszálják el az első évad után. És Alex Kurtzman azt ígérte, hogy mivel Spock életében sosem esik említés arról, hogy van egy fogadott féltestvére, úgy fogják kialakítani Michael Burnham hátterét, hogy ez ne borítsa fel az eredeti kánon történetet. Hát még erre kíváncsi leszek, de azért ez érdekesnek ígérkezik. Illetve van még két nagyon érdekes karakterünk. Anthony Rapp játszik egy karaktert, Paul Stamets-et, aki az első hivatalosan is és rendesen megjelenő meleg karakter lesz a Star Trek történetében, illetve egy kadét is szerepelni fog, akit Mary Wiseman játszik, ő Sylvia Tilly kadét, és Michael Burnham szobatársa lesz a USS Discovery-n. Illetve feltűnik majd Ryan Wilson is, ő az eredeti szériából ismert karakter, Harry Maddox fogja alakítani, aki egy simlis, és ha érdekel valakit eljutni esetleg az eredeti igazi premierre kint szeptemberben, ő nyitott egy, vagy indított egy jótékonysági akciót, amelyben jegyeket lehet nyerni az ő meghívottjaként erre a fantasztikus premierre. És ami még nagyon érdekes, ugye más a hajó, mások az egyenruhák, a cosplayereknek azért sok munkát adtak az új
egyenruhákkal, de a klingonokat nagyon megváltoztatták immáron harmadjára, ugyanis azt nyilatkozták a rendezők és az írók, hogy nem gonosztevőként szeretnénk beállítani a klingonokat, hanem egy intelligens és komoly fajként, és azért néznek ki annyira másképp, mert azt mondják, hogy mivel nem mindegyikük az anyabolygónak kronoszon nőtt föl, ezért nem is fejlődhettek egyformán, és ahogy mi emberek is mások vagyunk kontinensről kontinensre, ők is változnak, más jegyeket mutatnak, és más kulturális különbségeik vannak. Hát azt olvastam, hogy azért nincsen hajuk, mert hogy állítólag itt sokkal inkább egy harcos népre emlékeztetnek, mondjuk fura a korábbi nagy hajkoronához képest. Azt tudjuk, hogy Chris Obi fogja Kuvumát játszani, Miri Csiefo lesz Rel, és Kenneth Mitchell majd Colt. Az ő szerepükről azt gondolom, később fogunk többet megtudni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudjuk megszeretni ezeket az újfajta klingonokat, tekintve, hogy az eredeti szériában még ma nagyon emberszerűek voltak a klingonok, és a homlokredők később jelentek meg. Én azt gondolom, hogy sok érdekes dolgot tartogat nekünk a Discovery, sok új felfedezést, és mindenkinek a saját értékítélete szerint kell majd eldönteni, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Viszont azt gondolom, hogy nem beszél jobban semmi más az új sorozatról, mint a trélerek és a promó videók, amik kijöttek az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy néhány videóról azért lemaradt a felirat, de a legfontosabb dolog talán mindközött az, hogy Michael Burnham hoz egy döntést, ami általában nagy áldozat az ő részéről, mégis elindítja ezt a háborút, és Gabriel Orca kapitány megkérdezi, hogy ugyan nem segítene befejezni ezt a kirobbantott háborút a klingonok és a föderáció között, amit a föderáció nyilván a saját eszközeivel kíván megvívni, mégpedig azzal, amit mindig hirdet, a tolerancia, a béke, az egymás iránti elfogadás és az egyenlőség mércével, ugye az ő jelszavuk az, hogy soha nem lövünk először, és csak akkor harcolunk, ha muszáj, mert inkább békét szeretnénk teremteni, és valószínűleg el körül fog forogni a sorozat, mindazt egybevéve, hogy hogyan dolgozza fel valaki magában azt, hogy esetleg kirobbant egy háborút, miközben a békének szenteli az életét, illetve Michael Burnham a vulkánról jön, és ugye a vulkániak a logikát tartják mindenek felett, és Michael Burnham kénytelen szembesülni azzal, hogy bizony a világ sokszor nem hallgat a logikára, és sokszor magába káoszba fordul, és ezzel a helyzettel kell valamit kezdeni, és ezt kell megoldani. Úgyhogy szerintem sok érdekességet tartogat a sorozat, és sok mindent tanulhatunk meg az emberiségről, önmagunkról, és hogy hogyan hozunk meg döntéseket. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit érdekel, az kövesse figyelemmel. Úgy tudom, hogy lesz majd magyarországi sugárzása is a Discovery-nek, azt még nem tudom pontosan, hogy melyik csatornán, de akit érdekel, biztos vagyok benne, hogy értesülni fog róla időben.